Itt is velünk folytatjuk az egyenlítőt, továbbra is az Atacama expedíció a témánk, a földgömb alatt Pitványtól és Helling Zsolt még mindig itt van tudománymenedzserként. No, ott hagytuk abba, hogy vulkán. Ugye, hogy egy vulkán. Aktív vagy szunnyadó vulkán, szunnyadó vulkánnak a tetején dolgozni, az nem veszélyes? Szóval, hogy a laikus erről mit gondoljon? Hát el kell menni Indonéziából, ott aktív vulkánok mellett laknak az emberek, és hát azért tudják menedzselni ezt a problémát. Az Ogoz del Salado megszunnyad, tehát azért szerintem, hogyha ott veszély lenne, akkor azt hamar meg. Nem engednének föl benneteket a hegyre, abban az igen, már nem Chilébe biztos. Sokkal veszélyesebb a földrengés, tehát azért ott elég komoly földrengések vannak, amik sokkal nagyobb veszélyt hordoznak magukban. Éltetek el ilyet? Bármelyik expedíció alatt kicsit megmozdult a föld? Hát, volt ilyen élmény? Santiago-ba most nemrég egy ötös földrengésben volt részünk egy jó nagy betonháznak a 8. emeletén, illetve hát a Balázsék a 19-es expedíción, amin én nem vettem részt, egy másik, egy kicsit durvább 7-es földrengést fogtak ki, egy vasbeton és üvegházba, ami később kutató, reményeink szerint a kutatóközpont lesz majd, ahol mi is dolgozhatunk, és hát ez 2 percig tartott, és azért elég para volt az. Jó, de én sajnáltam, itt, hogy lemaradtam róla. Oké, de mert érted, itthon mondjuk, ha van egy 4-es földrengés, azt vagy valami, igen, hogy akkor már tudod, az egész napi sajtó erről szól. Ami itt Magyarországon a legdurvább földrengés volt, kb. Olyat kaptunk ki Santiago-ba, és az étterembe, és gyakorlatilag a kés sem állt meg az emberek kezében. Azt néztem, ez olyan természetes egy 5-ös földrengés? Ki, persze. Jó, itthon 4 hét volt talán a maximum, de nem vagyok ebben egészen. Ne, biztos, talán volt ilyen enyhe, lightos ötös is, már nem lightos emlékszem ötös. Rá pontosan. Na jó, mindegy, az itt teljes riadalom, de kint meg még igen, a levest azért folytatod. Simán. Jó, gyönyörű. Simán. Na, 18-as expedíció. Akkor már vannak adatok, van mit publikálni. Így van, 18 már nagyon izgalmas év volt, mert közben nagyon sok más területről érkező kutatónak is fölkeltettük az érdeklődését, már magával a helyszínnel, meg a kutatásban rejlő lehetőségekkel, és hát időközben már korábban is mikrobiológiai mintákat is hoztunk haza, de 18 az olyan év volt, amikor mikrobiológus jött is velünk, sőt, igen. Jött velünk egy a Tudományos Akadémiáról egy kolléga, Keresztúri Ákos, aki a Mars analóg helyszíneknek a szakértője, és majdan a Marson alkalmazni kívánt eszközöket próbál ki hasonló marsi analóg terepen, és hát az ő munkája is rendkívül izgalmas volt, meg hát nekünk is, hogy ennyire szerteágazó lett időközben maga a kutatási program, ami a mi klímamonitoringunkra épült. Jó, ezt a NASA-ról is tudni kell, hogy bármilyen marsi expedíció van, azt először az Atacamán tesztelik azokat az eszközöket. Mindent kivisz a NASA is. Igen, hát van több ilyen mars analóg helyszín az egyik földgolyón, és hát az egyik az ilyen helyszín, szín, ami teljesen hasonlít a marsi viszonyokra, az az Atacama sivatag. No, és miket publikáltatok? Szóval mi az, amit a vájfülűeknek mond valamit, tudod? Amit így, na, igen, hogy azért így szedjük össze ezeket, hát hogy én egy-kettő nem hiszem, hogy bármelyik szakfolyóirat különösebben ismert lenne a nagy közönség számára, de valóban, tehát periglacial processes, tehát ott jelent meg legutóbb egy nagyon komoly és pozitív fogadtatású cikk a kutatómunkáról, de mikrobiológiai szakfolyóiratban is publikáltak már a kollégák, és hát pont most készül köszönhetően a Mars analóg helyszínhez kötődő vizsgálatok kapcsán az Astrobiology-nak egy teljes külön számot szentel majd, hoppa. Ami szintén egy neves folyóirat, teljes külön számot szentel majd a mi kutatásainknak, ez most fog majd megjelenni nem sokára. És azok, amik most már publikus eredmények, amikről lehet beszélni, mint klímamonitoring, mert ugye itt a víz a legnagyobb kérdés. Így van. Hogy konkrétan ugye a környező települések vízkészlete is egy nagy kérdés, meg hogy ott a talajban, fagyott vagy éppen folyékony állapotban mennyi és milyen fajta víz van, igen, és hogy ez lesz-e hát a jövőben. Ami miatt ugye a chileieknek is fölkeltette az érdeklődését a munkánk, hogy gyakorlatilag ezek az óriási vulkánok, amik 6000 méter fölé tornyosulnak, gyakorlatilag fagyott vizet tartalmazó kvázi víztornyok, amik a klíma változásával ez a felszín alatt
alatti jégkészlet, ez olvad. Ugye mi azt is vizsgáljuk egyúttal, hogy ez az olvadás milyen a periodicitása, növekszik-e az olvadási periódus, vagy csökken. Tehát ugye ez is egy, ez már eredmény sajnos, hogy az olvadási periódus az csökken, és egyre mélyebben olvad át ez a felszín alatti fagyott jég, és hát ebből időszakosan több víz jut a környező településekbe, forrásokba, vagy felszín alatti kutakba is. Persze ennek még vizsgálni kéne az útját és ezeket a folyamatokat, de hosszú távon, hogyha ez elfogy, akkor ez komoly gondot okozhat. De csak ez a fő bázis ott a környező településeknek víz szempontjából? Hát ez egy nagyon érdekes kérdés, mert ugye ez a világ egyik legszárazabb sivataga. Főleg a tengerparthoz közeli területek, ami azért Chilében majdnem minden település a tengerparthoz közel van, lévén egy ilyen nagyon kis keskeny ország, bár valahol azért olyan széles így is, mint Magyarország, de a településeken legtöbb helyen most már tengervíz sótalanítóval oldják meg az ivóvíz utánpótlást, viszont a mezőgazdaság és a bányaipar a tengervíz sótalanításával túl költségesen, vagy nem is tudna vízhez jutni. Tehát azért a természetes vízforrások azok továbbra is nagy jelentőséggel bírnak, annak ellenére, hogy a lakossági vízfogyasztást azt ilyen módszerekkel meg tudják oldani. Tehát a mi munkánk az továbbra is izgalmas szerencsére a kintieknek, és hát egyre nagyobb érdeklődés övezi az eredményeinket. És pont emiatt akkor már létrejött egy együttműködés. Hát most... Vagy hogy fogalmazzam? 2018 azért is volt érdekes év, mert 18-ban évelején is volt egy expedíciónk, aztán az év második felében gyakorlatilag öltönyös útunk volt, mert végigjártunk három kormányzóságot, kormányzókkal beszéltünk a Chile más területein is, és azt a lehetőséget vizsgáljuk és próbáljuk a helyi is meggyőzni arról, hogy igazából egy teljes Chiléről képet adó monitoring rendszer az sokkal komolyabb eredményekkel kecsegtet a döntéshozók számára is, mint hogyha mi egy lokális kutatást végzünk, és hát most gyakorlatilag ezért lobbizunk, hogy egy általunk Perma Chile plusznak nevezett monitoring hálózatot hozzunk létre, ami egész Patagóniától északon az Atacama sivatag északi részéig, a hiperarid részekig vizsgálja összesen 7, kb. 7 állomáson, 7 ponton azt, hogy hogyan változnak a klimatikus viszonyok Chilében. Jó, de akkor ez az együttműködés, ez megköttetett? Hát azért ez Dél-Amerika, tehát hogy nagyon komoly tárgyalásaink vannak több kormányzósággal, vannak már olyan szerződések, amiket aláírtunk, de azért a közös munka nagyon lassan indul be. Hát én nagyon szeretném már, hogyha előbbre tudnánk répni, de például most ha csak azt mondom, hogy a 2019 februárjában már volt olyan közös projekt, amiben chileiek és magyarok együtt vettek részt, akkor azt gondolom, hogy ez már mindenképpen hogy már alakul. És akkor mik a közeli tervek és mik a távoliak? Hogy fogtok most haladni? Mik a következő lépések? Hát most hála jó égnek a Magyarország Külgazdaság és Külügyminisztériuma támogatásával tudjuk folytatni a projektet, és elkészül még egy mérőállomás majd, amivel már gyakorlatilag egy valódi hálózatot tudunk majd bemutatni látványosan. Nyilván lesz ennek majd egy honlapja is spanyol nyelven, és be tudjuk mutatni a döntéshozóknak is látványosan azt, hogy miről szól a munkánk, milyen eredményekkel kecsegtethet majd. Tehát ez lesz most a következő lépés az antofagasztai régióba, de most februárban például voltunk Patagóniában is, tehát a Torres del Paine Nemzeti Parkban is tervezünk egy mérőpontot, illetve Közép-Chilében is van több olyan mérő. Pont, hát egyszerre minden nem tudunk természetesen mi se, de most alakulóban van legalább 2-3 olyan mérőpont, ami 2 éves belátható időtartamon belül meg fog valósulni, és valódi hálózattá növi majd ki a kutatási program. Akkor az alapja ugyanaz lesz, mindegyik a víz lesz a központban.
Vagy a klímamonitoring? Hát alapvetően mi a felszín alatti jég változását és annak a változásnak a dinamikáját vizsgáljuk. Nyilván ez délebbre már kicsit másképp kell hangolni, ott elsősorban a hóhatár változásnak a monitorozása az, ami egy klimatikus szignál. Tehát ugye a klímaváltozás vizsgálatánál ki kell szűrni az időjárásból fakadó éves kilengéseket. És például a felszín alatti jégváltozás, ez tipikusan olyan, ami nem annyira érzékenyen reagál az éppen aktuális időjárásra, de egy ilyen 4 éves adatsorból már nagyon jól látszanak a tendenciák, amiből lehet hosszabb távú következtetéseket levonni, és nyilván, hogyha ebből van egy hálózat hasonló módszerek alapján, akkor ebből sokkal pontosabb képet lehet alkotni arról, hogy mi zajlik az országban. Jó, az, amit most láttok egyébként az eddigi adatok szerint, az ad bármilyen okot az optimizmusra? Hát, ha valaki szereti, hogy melegebb van, akkor mindenképpen. Mondjuk ott is látszik az, hogy tehát az teljesen egyértelműen látszik, hogy az olvadási periódusok nőnek. Tehát ott elég érzékenyen változik az atakama sivatagba a jelenlegi adataink szerint a klíma, és hát melegszik. Tehát ezek most már a mostani adatokból kimutatható, így van. Jó, az, ahogy dolgoztok, azért ez roppant érdekes, főleg ott 5000 fölött, erről is vannak különböző részletek a kis filmetekben. Ezt nézzük meg, jó? Mert ez kicsit szenvedős az a munka, valljuk be, nem? Hogy ezt mondhatjuk, hogy most ebből egy kis ízelítőt kapunk. Úgy terveztem, hogy minimum 10-12 napot töltünk ide fenn, ha lehet még többet is. Ádámon napról napra érezzük, hogy fogy az ereje, és a csúcsmenet még hátra van, de látszik rajta, hogy fejben azért készül a mászásra. Viszont operatőrünk energiája teljesen elfogyott a betegsége miatt, nem eszik, anélkül pedig nem fog erőre kapni. A műszerek felállítása az egész csapatból sokat kivet. Legalább egy napot kell pihennünk és készülnünk a csúcsmenetre, ami a legnagyobb fizikai kihívás az egész út során. Én többször jártam fönt a csúcson, tudom, hogy mire vállalkozunk. 5800 méterről 6893 méterre kell feljutnunk, ez egy kicsit több, mint egy kilométer, és közben még a munkánkat is végezni kell, meg kell találni a műszereket, le kell tölteni az adatokat, és új műszereket is kell telepíteni. Nagyon örülök, hogy itt vagyok, nagyon örülök, hogy ezt vállaltam, hogy eljövök ide. Sok új dolgot tudtam meg, de elsősorban arról, hogy mi az, ami nehéz, mi az, ami kellemetlen, és mi az, amire általában azt mondjuk, hogy nehéz és kellemetlen, és baromira nem az. No, de azért vannak nagyon-nagyon nagy nehézségek, vagy van, amikor így megviccel a biodiverzitás, meg a különböző fajok, hogy mondjuk elástok egy nagyon drága mélőműszert, amiről azt gondoljátok, hogy majd komoly adatokat fogtok tudni letölteni, visszamentek, keresitek, és nincs meg. Igen. És lakatlan a terület. Hát igen. Tehát annak érve, hogy sivatagban vagyunk, elég nagy az élet. Például 6000 méteren még találtunk tücsköt. De 4200 méter, vagy bocsánat, nem is az olyan, 3800 környékén volt, ahol egyik évben miután elástuk a műszereket, valószínűleg előtte, ahogy kolbászt tettünk, így rajta maradhatott a kis jelölő zsinóra a szagmintája, és nem sokkal utánunk egy róka ki is ásta a műszereket, és hiába kerestük őket órákon keresztül, és tehát nem azok az adatok jöttek, mint amiketre mi vágytunk volna. Tehát ilyen szabotázs akciók mindig vannak, de találkoztunk pumával is, igaz, az elég rossz állapotban volt, egy puma múmiával még a 2010-ben, még az első utunk alkalmával. Hát mondjuk ő nagy kárt nem okozott a de ez már elhullott az egyet? Hát ez egy múmia volt. Múmia tehát volt. Ilyen klasszú, sóval bevont kis jószág, de még annyira épp volt, mint egy plüss baba, ami aztán következő alkalommal már eltűnt, hiszen a Antonia Banderas forgatócsoportja úgy gondolta, hogy ez egy klassz dolog, és akkor ennek kapcsán mindjárt bevitték a Városi Múzeumba, ahol aztán a megváltozott klimatikus viszonyoknak köszönhetően elkezdett pusztulni maga a múmia, úgyhogy ilyen szomorú történetek is vannak mellette, tehát azért itt nagyon komoly élet van még ebbe a magasságban, ami mindig izgalmassá teszi a mi útjaink. Is.
És pont a magasság, hogy azért nem is gondolnánk, hogy nem lehet fölmenni 7000-re kocsival, vagy 6800-ra, ugye? Hát egyébként ezen a hegyen tartják a magashegyi autós rekordokat is. Ami mennyi? Hát én számokkal ennyire nem vagyok jó viszonyba, de 6500 méter környékére még mentek föl autókkal, és időről időre szerveznek ilyen expedíciókat, amikor próbálják megdönteni ezeket a rekordokat, de hát azért ezek elég komoly átalakított speciális járgányok. Hát mi ugye mindig bérelni szoktunk autót, nyilván nem mondjuk meg a kölcsönzőnek, hogy hova visszük a járgányt. Nincs egy ilyen szép vallomás, hogy hát az a helyzet, hogy fölvisszük a ejtetőre, nem? Volt már olyan, hogy mondtuk, hogy akkor ott van fönn 5200, onnan legyenek szívesek lehozni, mert nem indult el az autó, abból volt is egy kis probléma. Visszakérdeztek, hogy hol, bocsánat? Igen, mondták, hogy akkor oda mi nem vihettük volna, és akkor fizessünk ennyit meg annyit, de szerencsére aztán megúsztuk a dolgot. De minden évben van valami defekt, vagy lemerül, hát az akkumulátor az mindig lemerül. Tehát volt olyan, hogy napelemről kellett bebikázni, vagy hát nem bebikázni, de feltölteni újra az akkumulátort, hogy egyáltalán el tudjon indulni az a napelemet, rákötöttük a motorhát, rákötöttük, vártunk 2 órát, és akkor utána egy próba. Szerencsére beindult a járgány, és le tudtunk vele jönni. Tehát de történt, ezek nehéz dolgok. Történt más is így a terepjáróval, és ez is benne van a filmben, amikor egy nagyon kellemes defektet kaptatok útközben, meg hogy mégis hogyan jut fel az ember ott a ejtetőre, erről is meg tudunk nézni egy kis részt. Minden expedíción szenvedek a fejfájástól. Ebben a magasságban már nagyon felszokott erősödni. Bár még csak az akklimatizáció elején vagyunk, nem volt ez másképp most sem, amikor egy gödröt kellett ásnunk az autó kereke alá. Defektet kaptunk. 5100 méteren pedig már majdnem elértük az Atacama tábort. Az emelünk bedöglött, segítség nem érkezhet. Jóval a kerék alá kell ásnunk, hogy kijöjjön a helyéről, csak már nem homokon vagyunk, hanem sziklás hajzaton, amit fésni kell. A fejfájás ellenére nekem is segítenem kellett a kőtörésben. Mindenki erőfeszítésére szükség volt. Amikor rácsapok az acélelektródára, hogy fájó fejjel törjem szét a sziklát, az rémfájdalmas érzés. Minden egyes ütés olyan volt, mint a saját tarkomra mértem volna. Ezt nem lehet sokáig csinálni. 5-10 perc után be kellett ülnöm az autóba pihenni, hogy utána újra folytathassam a munkát. Nem voltunk még hozzászokva ehhez a magassághoz. Nem csak a követ bontottuk, hanem egyúttal úgy éreztük, hogy a saját fejünket is minden egyes ütéssel apró darabokra kalapáljuk szét. Pedig még csak az Atacama tábor előtt vagyunk. Már csak annyira maradt időnk, hogy azt beszéljük meg, hogy mik a tervek, mikor mentek vissza legközelebb, és hogy akkor milyen célokkal. Hát legközelebb 2018 november-december, vagy 19, bocsánat. Visszacítőben. Ennek az évnek a végén, vagy a következő év elején. Akkor 19 vége, vagy 20 eleje? Igen, hát ez sok mindentől függ, mert ugye most egy másik mérési helyszínt is szeretnénk beműszerezni, innen 20.000 kilométerre északra a Jújaiakó vulkán lenne egy következő ilyen helyszín, amit tervezünk. Egy másik opció az, hogy innen délre néhány száz kilométerrel egy másik völgyben helyeznénk el műszereket, ezt még nem döntöttük el. Úgyhogy mindenképp ez lenne az izgalmas, de ha már ott vagyunk, akkor nyilván megnézzük majd az OHOSZ-t is. Ki nem hagynátok, gondolom. De igazából a hosszú távú terv az, ami talán már idén is elindul, hogy ebbe a munkába a chileieket is bevonjuk, hiszen azért nagyon szeretjük ezt a helyet, de sokadik alkalommal végigcsinálni ugyanazt a munkát, az legyen
előbb-utóbb az ő feladatuk. Hát mert ott vannak helyben. Hát ők helyben vannak, mi meg megnézünk más helyszíneket, és újabb kihívásokat keresünk majd a projekthez. Akkor megmondtad, hogy lesz ott egy állandó kutatóbázis is? Igen, hát erről is, terveztek egy ilyet, hogy legyen. Vannak a tárgyalások, van egy üres kutatóközpont, ami idén megkezdi a működését. Már tavaly, illetve bocsánat, ebbe az évbe, évelején az expedíció résztvevői már szállásnak, meg bázisnak használták egyébként. Most kezdődött el a berendezés, és most próbálunk majd fölépíteni olyan kutatási programokat, integrálva a meglévőeket is, amik már ehhez a kutatóközponthoz kapcsolódóak, és akkor részt tudunk venni mi is magyar kutatók a kutatóközpont működésében. Meg egyetemi oktatók lesztek? Vagy hogy ott előadások az egyetemen? Ilyen volt már, ugye? Hát alapvetően, hát mindig, ha jövünk, megyünk, akkor mindenhol van valamilyen. Chilébe imádják egyébként is a szemináriumokat, meg konferenciákat, és mindig tartunk mindenhol egy-egy szemináriumot. Tehát tavaly novemberben összeszámoltuk összesen 25 tárgyalás, szeminárium, konferencia esett a kéthetes kintartózkodásunkra, ami hát nem volt kevés, bevallom őszintén. Úgyhogy hát ahhoz, hogy bevonjuk a chileieket is a munkába, ehhez kell, hogy a chilei szakmai közönség, döntéshozók is megismerkedjenek azzal, amit csinálunk, a benne rejlő potenciális lehetőségekkel, illetve a kapcsolódási pontokkal, ahova az ő kutatási tevékenységük be tud csatornázódni, hogy miben tudunk együttműködni. Ehhez mindenképpen meg kell ismernünk egymás munkáját. És film lesz még? Hát én nagyon örülnék. Terveztek. Én nagyon örülnék neki. Adatvadászok 2. Hát most legutóbb a Punta Arenasba, amikor visszatértek az Antarktiszról a kutató csapatok, akiket elkísérte az El Paisnak a forgató csoportja, ők ajánlották föl, hogy ők, ha megyünk az Oroszra legközelebb, szóljunk, mert akkor készítenek egy filmet az El Pais számára. Úgyhogy hát most ez a legközelebbi konkrét filmes terv. Aztán hát mi mindig nyitottak. Jó, ez megvalósul, akkor beszélünk. Jó, mindenképpen. Zsolt, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Én köszönöm. Na, ennyi volt már az Egyenlítő, hogyha kérdésük, véleményük van, írjanak nekünk, és találkozzunk legközelebb is. Viszontlátásra!